2021 elején vette birtokba új székhelyét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadászkamara Nyíregyháza Sóstóhegyen. Az új helyszín az adminisztrációs feladatok megkönnyítése mellett a vadászok találkozására is tökéletesen alkalmas. Bár a korlátozások leginkább csak nyártól adtak lehetőséget komolyabb rendezvények lebonyolítására, tennivaló így is akadt bőven a kamaránál, hiszen a megye is egyik fontos helyszíne volt az idén Magyarországon rendezett vadászati világkiállításnak. Számos program volt, nagyon színvonalas, soha megvalósítva. Megyei helyszínünk is volt a Vásárosnaményben, ahol egy kiváló múzeummal gazdagodott a megye vadásztársadalma, és azt gondolom nem csak a megye, hanem a régió vadásztársadalma is, illetve számos kísérő program kapcsolódott ehhez a világkiállítási rendezvénysorozathoz. Itt a megyében 58 vadászata jogosult tartott kisebb-nagyobb helyi rendezvényt, régiós rendezvényt, ahol próbálták népszerűsíteni a vadászatnak az ügyét, a vadgazdálkodásnak a fontosságát. A kamarának sok feladatot adott, hogy a korábbinál idén többen jelentkeztek a vadgazdálkodási alap különböző támogatásaira. Az elejtett vadak tekintetében amiatt volt visszaesés, mert a koronavírus miatt az év első részében lényegesen kevesebb külföldi vadász tevékenykedett itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ősztől indult be igazán a vadgazdálkodás, ráadásul különleges trófeákat is bíráltak el az utóbbi időszakban. Őszből a szatmári részről 600 g fölötti agancsot is mutattak be a bíráltaton. Dánszarvasból a Bockereki Vadásztársaság több 6 kg fölöttet is bíráltatott, ami országosan is egyedülálló és kiemelkedő, illetve a beregi részről lónyáról, illetve Aranyos Apátiból 10 kg, 11 kg, sőt 15 kg fölötti gimbikát is ejtettek el, ami nem csak régiós, hanem csak megyei szinten, országosan is olyan eredmény, aminek bárhol örültek volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy vadgazdálkodásilag nem nagyon lehet okunk panaszra. Az apróvad szezonról, apróvad terítékről kell lenne még nyilatkozni, hiszen február végéig elejthető ugye a fácán, január végéig a tőkés réce, a mezőnyúl fog majd most decemberbe zárni, és bár nem mondom, hogy kiemelkedően jó évet látunk eddig, de nem is rosszat nagyon, egy ilyen erős átlagosat, de hát még ugye messze van a vége, majd akkor lesz értelme egyenleget vonni, amikor befejeződött februárban az apróvad vadászatának a szezonja. A jövő évre érvényes vadászjegyeket január elején értékesítik a kamara épületénél. Ezzel kapcsolatban lesz újdonság. A csaknem 20 éve használatos papíralapú jegyeket plastikkártyára cserélik, amelyekkel könnyebbé válik az ügyintézés a megye vadászai számára.